Mint arról már korábban hirtattunk, Bátaszékváros képviselőtestülete elfogadta azt a csomagot, mely a 2022-27 közötti fejlesztési elképzeléseket tartalmazza. Mindazok a fejlesztési elképzelések, amelyek a cselekvési programban szerepelnek, és amelyre pályázati kiírások összehasonlítása alapján látunk lehetőséget, ez 14 projekt volt, ez mintegy 5 milliárdos keretösszeget foglalna magába. Viszont a képviselőtestület 7 projektnek a megvalósítását tűzte ki első ütemmel célul. Ez mintegy 2 milliárd forintot foglalna magában, tehát erre nyújtjuk be jelen pillanatban az igényünket. A realitást azt gondolom, hogy az 1,5-1,7 milliárd körül látjuk a 7 projekt tekintetében. Ebben kiemelt jelentőséggel bír az idősek otthonának korszerűsítése, mondta Bozsodik Róbert polgármester. A fejlesztés anyagi hátterét a megyei önkormányzat által kezelt területfejlesztési operatív program második üteme biztosítaná. A Vörösmarty utcai épület hát több évtizede szolgálja ezt a feladatot, és azt látjuk, hogy kiszolgálta ezt a feladatot. Ez az épület már gazdaságosan nem felújítható, már nem tudja a 21. század elvárásainak megfelelően ellátni a nappali ellátás feladatait. Tehát mindenképpen egy teljesen új, és funkciójában, alapterületében, kiszolgálásaiségében bővített épületre van szükség. Mindez azt jelenti, hogy a jelenleg meglévő épületrészt lebontaná a város, és egy a mainál korszerűbb új intézményt alakítana ki. Szándékunkban áll az ingatlan szomszédságában egy, esetleg kettő ingatlant megvásárolni, annak érdekében, hogy minél nagyobb alapterületű telket tudjunk létrehozni, hiszen a jelenlegi 30 fős befogadó képességű nappali ellátást 50 főre szeretnénk felbővíteni, és olyan kiszolgáló helyiségekkel ellátni, ami biztosítja egyrészt az étkeztetésre szükséges feltételeknek a biztosítását, hiszen jelen pillanatban is 130 idős ember étkeztetéséről gondoskodunk ezen épület bevonásával. Szeretnénk, hogyha az egészségük és a rekreációjuk érdekében fizikoterápiás ellátást lehetne az épületen belül igénybe venni, gyógytornást, mozgás koordinációs foglalkozásokat lehessen tartani, hiszen azt gondoljuk, hogy ez is nagyon fontos az egészségük megúvása érdekében. Szeretnénk egy olyan udvarrendszert kialakítani, hogy szabadtéri foglalkozásokat is lehessen tartani gyakorlatilag az intézmény elhagyása nélkül, megvédve természetesen azt, hogy illetéktelenek ne is tudjanak bemenni természetesen az intézménynek a területére. A tervezésre vonatkozó együttműködési megállapodást megkötötte Bátaszékváros önkormányzata és a Tolna megyei önkormányzat. Az önkormányzat által elnyert, megyei önkormányzat által elnyert pályázati pénzből a tervezési feladatok elindultak. Mi elkészítettük a tervezési koncepciót az általán elmondott tartalommal, és hát a jelenlegi információink szerint március 31-ig lesz lehetőségünk arra, hogy magát a pályázatot, a kivitelezéshez szükséges pályázatot benyújtsuk. Úgy kalkuláljuk, hogy mintegy 300 millió forintos beruházási értékből meg tudjuk majd valósítani ezt az épületet, és hát azok között a projektek között, amelyeket a képviselőtestület elfogadott és sorrendbe állított, ez lenne az első. Egyre nő azoknak a száma, akik az ellátást igénybe kívánják venni, akár a nappali ellátást, akár az étkeztetést, akár ennek az intézmény keretein belül ellátott házi segítségnyújtást, vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Itt a feladatellátás alapvetően attól függ, hogy hány gondozót tudunk felvenni, tehát mert a szakmai szabályok alapján megvan határozva, hogy egy gondozó hány gondozottat láthat el. Törekszünk arra, hogy minél több gondozónk legyen, hogy minél jobban és minél szélesebb körbe tudjuk biztosítani az ellátást. Azt látjuk, hogy egyre idősebbek veszik igénybe. Tehát azt lehet mondani, hogy a 65, sőt inkább a 70 fölöttiek azok, akik a nappali ellátásban, vagy az étkeztetésben, vagy házi segítségnyújtásban a várostól várnak segítséget. Ez korosztályban szerintem még jobban ki fog tolódni. Ez viszont minél nagyobb szakmai terhet fog majd róni azokra a gondozókra, hiszen még elesettebbé válnak az időseink, még nehezebben tudnak magukra gondoskodni. Nagyon nagy probléma, hogy nincs, illetve nagyon kevés az utánpótlás a szociális ágazatban. Ha ebben nem lesz valami fajta központi lépés, hogy az elhivatottság mellett más szempontok alapján is vonzóvá tegyék ezt a pályát,
azt gondolom, hogy 10 éven belül nagyon nagy problémák lesznek ezen a területen.